Béna Veneto, igen. Kaptunk egy egy Auschwitzot, meg egy Széchenyi reformokat eszének? Azt sem tudom, ez mit jelent. Széchenyi, ki az a, mi az a Széchenyi? Auschwitz, az ki? Mi van? Ezröm dolgozat? Uha. Uha. Our victory is in sight. Meg akkor eszé. Valami író volt? Anyám, mik vannak? De hogy jaj, van ez persze! Ne alázzál meg még jobban! Ne viccelj! Ha ilyen szadizós napod van? Na, Jiren a Salamonnal, gyerünk! Széchenyi. De még mindig nem értem, mi az a Széchenyi. Na mindegy, hagyjuk. Jó van. Ne bonyolítsuk, nem akarlak már összezavarni benneteket. Nekem miről keleti? Fú, nem tudom. Fogalmam sincs. Nem is értem ezeket, hogyan tudjátok így megjegyezni, nektek mi volt? Passzolom! Egyedül talán az angolra emlékszem, hogy a napi rutinodról kellett beszélni. Mikor kihúztam, jött legszélsebben, mondom, én lefekszek a pandóra és földhöz verem magam örömömbe. Mondom, ez komoly! Ilyen tétel van, mondom. Most komolyan, mondom, ilyen tétel létezett, baszki. Ilyen egyszerű, mondom, mi? És akkor elkezdtem. Hát nem volt olyan üde jó első csatának ez, baszki, azért. Ebben azért több volt istálóját neki. 4000 XP. Ez elég karcsú. Hát eléggé. Nice. Hogy ott a kredit bónusz, na. Super. Super. Pénz nincs. Én amúgy nem tudom, hogy hogyan fogjuk fejleszteni ezt a hajót, pedig ez nagyon jó lenne, ez a lőtáv fejlesztő. 1 millió kredit kellene még hozzá. 1 millió! Szóval a következő 3 csatát nyerni kell. Húsz emberből 50 érettségizi, mert olyan jó volt a tanár. Ja, nappalint több mint 70%-a bukott a diákjainak, az most tankerületi vizsgálat indult. Na hát látjátok, ezért nem szabad szivatni a diákokat. Mert különben aki sokat buktat, eljárás indul. Ennyi. Széchenyivel meg úgy vagy, mint Bala. Na, látjátok? Nem csak én nem tudom, mi az a Széchenyi. Na mindegy. Adjuk. Beszél. Megint, Dimitri, most bereportollak, komolyan mondom. Hol kell? Helyezd ezt be. Nem igaz. Állandóan az ellenfélhez mész, stream sniperolsz. Tudod, hogy hol vagyunk? Akkor odalősz mindig, ahol ott vagyunk, és emiatt fogunk megint bukni. Ez így csalás. Vald be. Kicsit koncentrálni kell. A vagy B, amúgy. A vagy B, mert ott van fedezék. A vagy B lesz tőlem, az fix. Közben amúgy... Van egy anyahajunk. Jó. Bemegyek ide középre. Kicsit kemény mondjuk, de egy tenger alatt járójuk nincs. Na, gratulálok pedig.
Gratulálok, szép. Azóta nem jövök rá, úgyhogy miről volt nekem érettségi. Valami tűzoltó volt irodalomból, azt tudom, valami, nem tudom, valami tűzoltónak a... Valami írónak valami tűzoltós, amiről még film is készült. Arra emlékszem, meg nyelvtan volt, volt nyelvtan érettségi? Nem tudom már. Talán a kommunikáció volt ott, vagy nem tudom, mindegy. Nem izgat, sose izgatott igazából. Hát ha úgy helyezkedik az ellenfél, akkor az ki azért itt aztán lesz szám profit, gyerekek. Húj. Őt lehet, hogy még följebb kéne tolni a védelmi vonalunkat. Nézd oda. Detected! Hogy? Mi van? Milyen detected? Lehetetlen kategória ez. Ezer. Az mondjuk úgy komoly. Hát az le lett kapva rendesen. Jó van. Tetszett mondjuk. Bazd meg. Hogy elmész a jó édesanyádba, bazd meg. Hát hihetetlen. Rohadt Roger. Csupicsupába. Na jó van! Elmentek anyátokba! Valahol így csúnyogott egy romboló baszki, aki de hogyan? Hogyan? Ez vakon lőtte ide, nem is voltam spoton, vagy igen? Aj, de kár ezért! Nagyon jó pozícióban voltunk pedig, a istálóját bele ebbe a szarba. Kurva torpedó. Egész végig spoton voltam. Nem értem, hogy hogyan. Nagyon jó lehetett az átszája ennek a ellenfélnek. Ahhoz képest 35 ezeres sebzés az nem is rossz, hogy ilyen korán meghaltam. Nem igaz, hogy nem lehetett főspotolni itt az ellenfelet.
Na ez a rossz, mert konkrétan van, hogy ilyen 6 kilométeres távolságban, ha ott van 6 kilométerre, ha előttem van a romboló, van, hogy akkor se látom, mert annyira jó az átsza értéke, hogy egyszerűen... Hát jól csinálta, na, ennyi, spotolt a csapattársainak, az szevasz. És ezt ilyenkor a játék jegyzi amúgy? Tehát van ilyen spotter sebzés? Mert azért a rombolókkal ilyenkor, húhú, baszki. Elég jól lehet segíteni a csapattársaknak. Van. Az király. Gyerekek, most mi folyik itt? Nem bírok igazodni rajtatok, komolyan. Brandenburgi kapuba jött Krix. Nézz oda. Hat ágyú, elől-hátul. Amúgy ez még nyerhető meccs. Csak hát Jirennek be kéne kapcsolni a monitorját, ugye? Az gyerünk, gyerünk, torpedója is van. Ramatyám. Jó vagy, Krix? Gyerünk, fiúk, gyerünk, ne adjátok föl, jó lesz ez, jó lesz ez! Nem sokat tudsz csinálni, ha egy kupacon vannak, tényleg? Túl jó a légvédelmük, olyankor, ja, összefognak aztán. Iren! Magyarázkodj, légy szíves, old meg! Hát azért vagy szerződtetve. Meg kell oldani. Nem a kifogások miatt lettél szerződtetve, hanem azért, hogy megold. Megint Krix, nézd meg, védened kellett volna. Há? Hihetetlen. 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 Nézd meg, ír, össze-vissza röpködsz. Hát ilyen nincs. Na nézzük a tirpákot. Hát mivel lőtt ez? Másodlagossal? Ez egy német hajó, aki neki megy a sziklának. Gratulálok. Jaj, de legalább mondjuk fedezékbe lesz a fickó. Hát... adjuk. A hajó most nagyon kapja. Az a romboló nagyon elhitte most magáról, hogy ő most itt aztán hú, de nagy dolgokat. De miért lő ez a tirpic, bazd, amikor ott az ájóban csak hátrébb kell tolni? Te idióta marha! Hát ott van az ájóba! Nézd meg! Hát ez nagyon fájdalmas. Na most talán realizálja, hogy lehet, hogy az ájóvát kéne lőni. Na most elkezdte bemérni. És lő is! Hú-hú. Na nézzük, mennyit lő. Gratulálok. Megkarcolgatt egy kicsit. Ez aztán... csodálatos sebzés. Ájóvát nem üti be. Ja. Akkor is meg lehet próbálni, hát inkább egy ájóvát lőjön, mint egy üstben lévő rombolót. Baszki, mit kap attól a rombolótól? gyerekek. Massachusetts.
ez hihetetlen. Az romboló gyerekek? Hát ez... Jó Isten. Mit kapott Csóri? Na? Ez az, ez az. És? Hú, de nagyokat sebzel, barátom. Hát nem rossz mondjuk, baszki, az a másodlagos lövegek. Hú, de. Ja. Hát én ilyen tirpicekkel nem mennék, az biztos. Megőrülnék a lassúság miatt. A gyerekek, élünk még? Úgy nézzük. Aha, igen. Vladivostok. De kár ezért a meccsért is. Hogy lő, nézd meg, hogy lő! Megállás nélkül ez amúgy... Nyilván gyenge, amit lő, de... Baszki, ez mennyire brutálisan néz ki. Félelmetes. Mhm, szép volt. Vége a meccsnek? Vége a meccsnek. Jó van. Korrekt. Na. Hát, nagyon jó. Majdnem utolsó lettem. Lehet, hogy túl agresszív voltam. Egyelőre még nem tudom eldönteni, hogy jó ez a... Ez jó, jó. Szerintem jó. Király. Már csak azért is király ez a hajó, mert a Mainz-al például egy sziget mögül kurva nehezen lehet kilőni, mert szinte ilyen vízszintesen lő. Míg ez az amerikai cirkálóág meg önlövi a levegőbe, bakker, mint hogyha felhőket akarnál lelőni az égboltról. Utána egyszer csak így elkezd visszaleesni, és ez tök jó lehet így szigetek mögül tájpolni, eddig nekem az az észrevételem. Na látod, Dimitri, most nem rakod be ellenünk. Ennyi. Ja, Nikolasz. Minden oké, okay. Köszi. Oda bemegyek középre. Közép. G6. Aztán meglátjuk a többit. Onnan azért ezzel a hajóval egész jól lehetne. Osztani. Halló, szar, tuti kivennek szélre, bazd meg. Jobb vagy bal. Mindegy, megyek közép, aztán majd meglátjuk. Ja. Meglátjuk, hogy hol mekkora... túlerő van. Gyors voltam. Nem voltál lassú. Oda néz, le akar bombázni! Le akar bombázni! Vigyázz! Krikszek annyi! A kurva anyját! Ne! Te jó ég! És engem is le akar bombázni? Le akar bombázni! Nem sikerült neki. Rohadék! Rohadék! Mocsok, szemét, disznó! Suttyó! Az! Az! Krix, jó vagy? Baszki!
komoly volt az anyahajótól azért, ha meg kell hagyni. Gondolkodom, hogy hova lehetne előre menni. Torpedoes astern. Torpedoes to port. Requesting support. Egy biztos, innen kurvára el kell menni. Ó. Oh. Semmi. Ja. Mintem föntieknek lehetne talán egy kicsikét segíteni. Talán. Vagy inkább megvárni ezt a Karolinát, még kijön onnan? Az se rossz ötlet. Igen, az egy nagyon jó célpontot. Már nem tudom, hogy ki spotol engem, baszki, megint. Vladivostok? Lehetetlen. Ki spotol? Aha. Értem. Aha. Hát mondjuk hiába is, bazd meg. Istenem. Katasztrofális kivitelezés volt. Ez az. Szép lassan fel kell adni ezt a pozíciót itt. Nézem. Ajaj, menni kellene innen. Nagyon gyorsan. Úristen. Asza. Sehol se vagyunk. Konkrétan nagy szar, amit itt csinálunk. Középen vagyunk összegyűlve. Hát ez... Mi folyik itt, gyerekek? Minden oké? Oda, és már bombázni akar a sutyó. Ó,
Most bombázzál, baszkikám! Most bombázzál! Nem egy disznó. De jó, hogy itt vagy. Ó, de jó. Életben már ebben a hülye gyerekbe, bazd meg, tekereg itt össze-vissza. Kell menni a sziget meg ő nagyjából. A Róma nagyon jó bírja, nem? Nem baj, kurvára ég, nem? Jelóltja mindig, vagy mi van? Hú, na ennyi volt a spot. Assza. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Csodálatos meccs. Úgy letoltak bennünket, ahogy... ahogy az elmúlt meccsekben. Mi folyik itt? Miért mindig vesztünk? Hát de nem így volt? Gyerekek. Nézd meg! Az elmúlt 6 meccsből egyet tudtunk csak nyerni. Aszki! De menjen már az anyjába! Folyamatosan elpárolognak az ellenfelek. Vagyis a csapattársak. Pénz alig jön, természetesen. Na jó, menjünk.
Szia Giber, szia Chandler. Örülök neki, Matesz. PS5-ön 6 vereség sorozatban. Szép. Hát az első osztályú. Nagyon. 10-es percsük, gratulálok. A Róma valahogy nagyon nehezen akart kigyulladni, vagy nem is tudom, sebződni. Igazából szemből lőttük folyamatosan. Össze-vissza forgatta magát. Hú, na merre? A vagy B. Kettő közé. Ja, kettő közé. Ja, mint sziget mögül operálni kéne. Hát bazd meg, ezt nem akartam elnyomni, na mindegy. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Ez a meta. Meccsek elején. Elkezdtem gondolkodni, mondom, hogy a csodába nyomják be a fiúk ezeket a parancsokat. Hát ahelyett, hogy megkérdeztem volna, inkább elkezdtem nyomogatni a gombokat. És hát csupa-csupa olyan dolgot nyomtam be, amit nem akartam volna amúgy. Mindegy. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. By thunder. Róma sem egy nap alatt épült fel. Így van. Így van. Így van. Ide középre valaki jönni fog szerintetek? Ha? De nem. Nagyon jó helyen vagyunk amúgy szerintem. Meg és átment a túloldalára. Öcsém! Milyen detected? Az meg most nézem. Ja, mert hogy ezek hibridek? Vagy mi? Van egy hibrid az ellenféltől? Nagyon örvendek. Vagy mi küldte ide ezeket a gépeket? Biztos, hogy ez, amit mondtam, illetve az, amit mondtam. Tenger alattjárójukról semmit nem tudunk, ugye? Hát... Nem is tudom. Amúgy az alt, azt tényleg oda ajándékoztuk az ellenfélnek. Most nézem, bazd meg, hogy innen nagyon gyorsan el kéne húzni. Vagy... Igen. Itt nagyon gyorsan el kell húzni, gyerekek. An, be fognak jönni. Pillanatok alatt. Hamarosan ott ki fog jönni az egyik csatahajó. A sziget mögül. Gyönyörű lesz az. Oh-oh. Mi azt fogjuk csinálni, hogy bemegyünk ide. Egyik sziget mögé, és onnan olyat fogunk mi sznájpolni, hogy jujjujjujj. A Bismarck meg elkezdett erre orientálódni.
Hát most jelenleg ott tartunk megint, hogy sebbi, secé nem lesz meg. Ez hihetetlen. Hát megint itt tekergünk össze-vissza. Incoming. Szeretjük. Ó, így meg aztán. Full alert. Jó, repülőgép likvidálva. Hogy még menthető? Az a C. Gyerünk, add be! Na most itt akkor ki fog nekünk spotolni? Arról biztos, hogy átjön... Nem jönnek ide? Lehet, hogy nem fognak ide jönni amúgy. De résen kell lenni. Honnan lehet rengeteg sebzést kiosztani. Ki spotol, bazd meg! Szép. Gyönyörű. Vigyázzál, Krix, mögüled! Ujjjj! Mi a dolgok jönnek? Brandenburg onnan akar jönni. Még hátrébb kellene, de hova? Amúgy ezt még lehet, hogy nyerjük. Megint le akar bombázni bennünket. Életbe. Brandenburg? Brandenburg. C az teljesen tiszta. Nagyon jó. Nagyon jó. Kéne valahogy átlőni oda a Brandenburghoz. Hát ha. Ah! Francba. De rossz, hogy nem lehet hátrébb zoomolni. Pancba. És fölhíleli magát a Brandenburg. Basz. Fog elindulni a Brandenburg szerintem. Ó,
nagyon rosszul állunk. Ugye kimegyünk a rombolókhoz. Fixet magára hagyjuk, férfiasan. Vagyis, hát... Irent akarom mondani, Irent. Hogy? Várjál. Tudod mit? Csinálj, mit akarsz. Csinálj, mit akarsz, és... Én itt leszek mögötted. Nem fogok figyelni. Igen, ezt fogom csinálni. Vagy nem ez kéne? Hát nem ez kéne, menjünk a rombolók felé. Szerintem. Húha. Nagyon jönnek a bombázók. Júj. Nagyon fogjuk mi azt kapni. Azt a rombolók, ez az ügyesek. Ó. Meg lehet innen fordítani még ezt a meccset? Ha spotolnak jól a rombolók, és ha sikerül úgy helyezkedni, akkor bármi lehet itt még. Végül is. Az kurva nagy. Őt ott le kell faragni teljesen. Ez az. Oda még kéne spot, gyerekek! Hol a spot? Ne szívassatok, könyörgöm! Ott van. Éj, bázd meg a templomot, ellövöm be ezek a Brandenburgot, nem? Gyönyörű! Úristen! Gyerünk! És bazd meg! Irem benyeli az összes torpedót, amit ráküldtek. Ó, de kár. Középen mit csinál a Black? Megoldja? Hoppá. Hát te mit csinálsz? Mekkora meste kurva élet! Úristen! Közép. Pont messze van határ. Önnek a torpedók? Küldhette vajon? A Bismarck?
Ez amúgy nagyon jó ez a foglalás. Próbálok a két sziget közé bemenni és onnan snipe-olni majd. 5 perc, ezt nyerhetjük gyerekek. Szerintem ezt abszolút-e. Abszolút-e nyerhető. Megint kigyújtottuk. De ide is fog egyet lőni sajnos. Nem lő ide. Miért lő? Végig füst mögött vagyunk, hát hülye vagyok. B megvan, megyünk arra. Óriási. Nagyon ügyes ez a két romboló. Ők egy csapatban vannak? Nem, nincsenek egy csapatban. Most spotol a srác, hát nem fog ide lőni. Hát le is pattanok a francba. Nem baj, megyünk tovább, nincs ebből probléma. Honnan tudnám lőni azt a Bismarckot? Lehet, hogy rá kéne menni, fel kéne tartóztatni, mert pontokban szerintem a Blacknek köszönhetően ezt vinni fogjuk. Ott a torpedó. Meg kellene próbálni egy kicsikét így meghintáztatni. Most itt beáldozom magam egy kicsit. Szerintem ez... Ez így most így kell. Itt hogy húzzuk az időt. Milyen messze el tud lőni a másodlagos ágyúkkal. Ajaj. Nem baj, folyamatosan ég. Nem baj, vagy de baj. Vezetünk, meg lesz ez szerintem. Meg lesz ez, jó. Jó. Gyönyörű. Ja, ez megvan. Azt a mindenit. Egy perc. Nem! Mi? Hogy a picsába? Hogy meg lesz? De meg lesz, nem pont fordítunk.
kettő pontunk van. 40 másodperc van vissza. Úristen! Pont meg lesz. Nem lesz meg? Nem fognak odaérni már foglalni, az biztos. Nem kellett volna itt a B... A B-ső rombolónak nem kellett volna harcolni, a kurvára nem. Ott ment el egy csomó pont, baszki. Ott, ahogy meghalt, eltűnt egy csomó pont. Hát hihetetlen. 10 másodperc. Jó ég. Hát egy pár... 10 másodpercen múlik ez körülbelül. Nem értem, miért kellett harcolnia. Valamiért ezt túlvállalta a sát, szerintem. Mondta is, hogy... Nem érti, hogy mi történt. Hát... Kár érte. Megint egy veszett csata. Pedig ez... Erdőnél úgy ott volt. Ez a Cleveland, az nagyon megy. Hát így konkrétan semmit nem csinálunk. Vagyis, hogy nem fejlődünk, úgy érzem, hogy egy helyben toporzékolunk. Tegény templom, nagyot kapott. Basszus, és berakja ugyanazt a pályát. Közép. Szerintem én közép. Közép. Ja, közepe. Közepe, aztán majd látjuk, hogy mi van. Hát ez egy elég fura meccs, amúgy elég fura leosztás. Alig van csatahajó. Ilyen papírhajókkal vagyunk körbevéve szinte. Valaki már spotol engem az istálóját. Hello! Incoming! Onnan az anyádból! A kegér.
valahol van itt valami, nem? Júj, nincs oda spot! Kiren, ez igen! Nem tudom lőni a fickót. Még. Majd most, ez az. Tökéletes, szép volt. És puty! De kapta! Próbáltam az utolsó pillanatig várni, hogy ne tudja visszalozni a tüzet. Jó, nyugi, jók vagyunk. Most dobok itt egy radart, nem tudom, hogy ki spotol. Aha! Fuck you! Ott van egy csunyi! Ott áll a sarkon! A kis kurva! Fölvillantottam egy pillanatra? Gyerekek! Elbukott a mocsok! Gyerünk, tolas! Mostan betöltjük az AP-t. Vagy várjál, ellenkező neve forogják ki az Isten, mert már... ez meg. Ide nagyon jó a füst, mindjárt jövök. Csak... hol a spot? Nincsen spot! Nem csak viccelek amúgy. Ő tényleg ilyen bátor? Akarom mondani, hogy... bazd meg. Hát most lehet, hogy lelövetem magam. Aha, igen. Kissé. Hát ez nem érte meg nekem. Bazd meg. 10 000-et egy nyilván. Bazd meg, mert oda nem terjedt el az a szájba vert früst. Azért. Ez annak köszönhető. És ezzel... nem hibáztatni akartalak, Iren. Hanem csak egyszerűen szar volt a füst. Nem, de hogy. Hát ez ilyen. De nem kéne ilyennek lennie. És nem tudok ott átlőni. Ó, de kár. Pont a legrosszabbkor esik le mindig a spot, hát ez nem igaz. Jó, hát a közepe az nagyon-nagyon bejött. De valahogy jó lenne elfutni. Ja, hogy ő ott elsüllyedt. Aha. Basz. Mi? Ez megint mi volt? Kezd, hogy kikapunk. El kellett volna foglalni a pontokat, legalább egyet, hogy ahogy elfoglalják a pontokat, vége a meccsnek, vagy mi? Ez remek.
Folyamatosan vesztünk, ez mitől van? Miért menjek szólóba? Mitől lenne jobb? Azért, mert hogyha divízióba vagyok, akkor nehezebb ellenfeleket rak be, vagy mi? Szia Antal, szia TMC! Csak öt hajó jött szembe. Meg kell oldani! Megint a kifogások. Nyilván el tudom képzelni a matchmakingről, hogy úgy van megcsinálva, hogyha valaki van egy csapatba, akkor neki nehezebb. Nekik nehezebb ellenfele dobnak be. Voltak olyan napok, amikor 12 vereség volt egymás után. Megyek a D3. Igen, D3. Minél gyorsabban. Hát nem lepődnék meg egyébként, Dimitri. Hogy ez tényleg így lenne. Nem érzem a hajót. Hát érzem én. Mi a bútoros? Az mi? Inted profil? Az mi? Nem ismerem. Bocsok áll. Nem vágom, miről írtál most amúgy, bútoros. Ruhát tudsz eladni, venni. Saját ruháidat eladni, megvenni. Ez egy telefonos alkalmazás? Vagy interneten van egy ilyen alkalmazás, és akkor... Szerintem ez az anyahajó nagyon nagy lúzer, nem? Mintha az volna. Ebben a játékban lehet repülőzni is. Hát hogyha anyahajóval vagy, akkor tudsz repülőket küldeni. Igen. Bombázókat, vadászgépeket, ilyesmiket, aha. Telefonos app, és körülbelül mindenhol megy a reklám. Nem láttam még. Vinted! Várjézek. Ha van használt ruhám, akkor fölrakom és megveszik. Ki jön érte? Mindenhol nem megy a reklám, én nem tudok erről. Úgyhogy itt nem... nem mindenhol azért. Sajnálatos módon. Nem ismerem. De majd ránézek, ha eszembe jut. Lehet, hogy elfelejtem hamar, nem tudom. Tűnik amúgy, hogy most működni fog ez a pozíciós kacok. Hát mondjuk, ja, működhet. Aha, ha értem, bútoros. Érdekes.
hát spotol, baszki, spotol. A Monarch, Monarch, gyerekek, lőjük, Monarch! Monarch, egy helybe dekkol a sutyó! Máig is. Egy helyen beáll a hülye, baszki. Hogy lett valaki ekkora lúzer? Jó, itt meg is álltam. Jönk. Vissza kéne tolatni, baszki. Van itt egy romboló, megpróbálom gyorsan főzni. Ott is van. Hú, mi ez a? Ás. El lehet oda még lőni, vajon? Nem. Jiren! Nem jó. Ott is egy Cleveland. Bemegy? Te bizony. 5400! Már forgatja sajnos. Megint neki megy. Loser! Hát ez... Hülye ez a gyerek, baszki! Ennek mi baja van? Ó, most megint tolat a Monarch. Ez az tolassácsak. Ó, micsoda lúzer. Gyönyörű. Anyám, hát ez ingyen sebzés nekem. Ráadásul az oldalát mutatja. Incoming, bazd meg. Mi az, hogy incoming van? Ajajajajaj. Ja, mert bejött mellém a romboló! A picsába. Az elég nagy baj. Igen, az... És folyamatosan spoton fog tartani. Halol, itt dekkol amúgy. Hát, nekem azt hiszem lőttek. Kurva istálóját bele, de amúgy... Aj, miért nem gondolok erre, hogy ott a romboló, és ide fog jönni, bazd meg. Állandóan ezt csinálják itt a rombolók ezen a pályán, hogy mindig vagy itt a közepét lövik ki, vagy ide följönnek, mert olyan átszaértékük van, hogy nem látod, bazd meg, ott van 5 km és nem látod a kurva életbe. Pedig itt ez egész jó volt. Egész jól látunk, baszki. Nem volt jó ez a spotolás. Jobban kellett volna figyelni erre a rombolóra. Meg ahogy megláttuk, már menni kellett volna el innen. Fix, hogy jön ilyenkor a torpedó. És nyilván ugye látja ő is, hogy hogyan áll föl a csapatunk. Persze, hogy bejön ide. Azt is látja, hogy folyamatosan lövöldözök innen. Hát ez neki ilyen nagyon egyszerű volt. Arom, ilyen egyszerű volt ez. Amúgy menjünk egyet a Mainz-al talán, vagy van értelme? Menjünk, jajajaj, ne csak itt álljunk és nézzünk ki a fejünkből. Menjünk, 8-as ugyanúgy. Az egy kicsit másabb hajó lesz. Mondjuk. Bam. Talán ezzel jobban jön a pénz. Hát, ha megtörjük egy kicsikét itt a rossz szériát. Torpedó nagyon meg tud semmisíteni, aha, ez brutálisan. Ó,
Honnan van Mindzone? Hát honnan? Találtam az egyik csatába. Összeraktam. Főhúztam, föl targoncáztam a tenger mélyéről, aztán bemontattam főhadiszállásra. Ja, az úgy, hogy elég jó motoros, amit... Aha, elég jó tétel. Ja. Igen, ez jó. Igen. Ugye használt ruhákat hova teszed, mit csinálsz vele? Hát igen. Gondolkodtam egyébként a mai nap, hogy Hearts of Iron-t azt előveszem, és azt nem tudom, ismered-e, Faudi. Brutális játék szerintem, meg szerintem olyan kis... talán... hát ők az Age of Empires, én azon sokat játszottam. Várj, csak egy pillanatot, most meg kell gondolni, hogy hova megyünk. Menjünk arra, szerintem. Szia, Tocsi! Vedd le újra a Hoi 4-et? Azta! Király! Nagyon... 800 ezer órán van benne. Nagyon szeretem. Nagyon jó. Rengeteg időt el lehet pöcsölni, olyan realisztikus, tényleg, és háború, baszki. 1936-ban indul a játék, meg hát millió mod van hozzá, fú! Őrült jó. Nagyon. Jött hozzá ki rengeteg DLC, meg tehát őrületes ágak vannak ott már. Főleg azt hiszem a legutóbbi DLC az olyan, hogy azért azt hiszem az olaszokat nagyon megkavarta, talán a briteket. Fú, szóval az olyan háború van például az olaszokkal Etiópiába. Ugye korábban mindig úgy indult a meccs, hogy olaszok és az etiópok harcolnak. De most? Hát azért fejvakarós volt nekem azért, amikor ott harcolni kellett, akkor hát óriási fölényben vagy, csak jöttek ott a különböző nehezítések. És hát utána kellett azért járni a dolgoknak, hogy ez hogyan is kéne játszani. Mire rájöttem? Ja, itt van! Ó, persze! Megvan. Hova kell menni, most nézem. Szia, Stand! Kapni fogja most nagyon. Bizony. Az nagyon ki van gyújtva. Vagy hát, ha bemegy az még. Valami spot?
esetleg. Nagy rohadék a gyerek. Azért ilyenkor ez a mind elég faszának tűnik, nem? De még egy darabig én tudok lőni ez így. Lehet, hogy már oda lépett egy kicsikét. Kár, hogy nem ég. Hát, ha valaki jönni akarott. Meg. Na most már akkor húzzunk innen kurvára. Rézi néni! Meg kéne csípkedni. Engem! Ne! Ó, bazd meg! Már nagyon sokat bántottam én őt, nem csoda, hogy engem vett célba. Biztos, hogy mérges most ő rám. Hát bazd meg, ez van. Béna. Ez most meg is hal. Gyerek, töröld le a játékot inkább, ez nem neked való. Szevasz. Na, haladunk. Jó, visszamegyünk ide, hátra. Valamelyik sziget mögé. Hát mondjuk így már. Így már pont nem is tudom, hogy hova kéne menni. Pontokkal vezetünk. Már forog a srác nagyon. Ide fog lőni egyáltalán?
nyugi, nyugi. Nyugi. Minden oké. Okay. A terv része. Ez még mindig a terv része. Gyulladj már föl! Bazd meg! Gyerünk! Ja szar! Ne! Az meg! Ó, a kurva anyját adnak a rombolónak! Hát ezt elnéztem! Úgy belemerültem! Ú, ez egy elég intenzív meccs volt, itt baszki, azért szinte megállás nélkül lövöldöztünk. Nem is minket vett célba a romboló? Nem is kellett volna bepánikolni, de mindegy, tehát meglátsz egy rombolót, akkor gyökeres változásokat kell eszközölni a mozgáson, szóval mindegy, nem volt ez rossz. Na nézzük a San Diego-t. Elég brutálisakat tud lőni. Bármint, hogy így nagyon gyorsan lő. Mérhetetlenül gyorsan. Karrieres stand. Egyébként régebben, mikor megjelent az Age of Empires-nek az új változata, talán egy fél évvel ezelőtt lehetett, akkor hajszá választott el attól, hogy ne kezdjek el vele játszani. Csak pont jött valami más játék, ami abszolút a prioritást élvezett nálam, és elmaradt. Azt utána már én nem akartam vele játszani. Meg hát ott a Hoi 4. Olyan modokkal, és ingyenes modok. Most kíváncsi leszek, hogyha ezt megnyerjük, mennyit fogunk profitálni. Vajon. Nézem, milyen gyorsan lő. Döbbenet. Hát ez egy hány másodperc? 4-5? Full HP-n kriksz. Hát gyereke. És ráadásul ez egy 10-es meccs volt amúgy. Egy gyilkos a csendőr, azért az kemény megfogalmazás nagyon. Legjobb. Valaki tényleg szereti az ilyen játékokat, akkor brutálisan függőjévé fog válni. Na? Igen. Most elég jó eredményt elértünk, és ennyi a profit. Hát 263 ezer. Olyan mondjuk, ez egész jó. Na. Egész jó. Hát, hogy inkább ezzel kéne mennünk? Nem, amúgy nem. Igazából még az XP sincs meg a nagyobb lőtávolságra. Meg nekem jobban? Jó, mondjuk ez meg pont olyan meccs volt, ahol egyszerűen... Hát... Ami rohadtul azt mondatja, hogy még menjünk ezzel a Mainz-szal, ez egy kurva jó hajó.
Állítok csak ezeket a szarokat, én fölrakosgatom a hajóra. Most a tuti. Gyerünk. Nem, Dimitri, azt most fogom kitörölni. Csatornapontoktól, azt most. Biztos, hogy nem. Nem PUBG-zek. Nincs az az Isten, hogy lövöldözzek. Most nagyon gyorsan ki is törlöm, bocsánat. Töröltem. Hát ez van. Ez van. Ja, meg várjál, megvan, mit akartam még én letiltani, ezt a IRL hangletiltást. Így van. Meg igazából mindent, amúgy meg. Nem. Előre! Pontosan! Sose fedd fel a taktikád előre! Így van! Hogy tudja? Igaza van Rokónak. Pontosan. Szia, Matez! Na! Hallottam már egyébként pletykákat a történelem érettségiről, hogy meglepően könnyű volt. Nem vagy nagy töri fanatikus, de egy 4-es 5-ös megvan. Hónap emelt angol. Azt a mindenit. Na, grat, jó van, ez ilyenkor új. Átérzem. Én ilyenkor nagyon-nagyon megkönnyebbültem, azt tudom. Aztán elkezdtem kicsit gondolkodni. Őristen, még szóbeli. De nem baj, az már. Ugyanúgy izgulni fogsz, mondjuk. Tök mindegy. Jó pihenést kívánok egyébként meg. Na, hát neki megyünk szerintem a falnak. És ennyi. Szokásos pozícióba bevágjuk magunkat, azt hadd szóljon. Az már barátibb, ja? Csíbán meg lett az ötös. Jó van már íren. Hát ilyeneket. Stréberek vagytok. Na! Helena, az ex-hajunk. Az exünk. Ott az exünk, hova megy az exünk? Detected! Hogy az istálóba, baszki már megint? Mi? Lehetetlen! Persze! Gyerünk, tolass már! Tolass már, te szarkupac! Hát ez borzasztó lövés. Ú, de hülye voltam. Ú, mit kapott a srác? És
kigyújtotta még az utolsó pillanatban, de eloltotta. Jó nagy mázlia volt. Más nem jön ide? Hogy miért ilyen borzasztóan lövünk? Nem lesz ez így jó. Most taktikát kell váltani, úgy érzem. Ezt a kongressz meg kell szivatni. Csinálott. És pont elindul. Jó. Fix megijesztette. Istenem, baszki. Na most így okos, na bonkos! Na most! Na ilyenkor mi van? Megáll a tudományod, mi? Kira. Incoming! Oly-oly-oly! Sose szabad csinálni így, bassz meg. Hányszor megfogadtam már így forgatni a hajót. Kész öngyilkosság. Amúgy másik oldalról nagyon jönnek, ugye? Uha. Eléggé. Lehet, hogy át kellene fordulni arra az oldalra? Kezdünk beszorulni? De szerintem, ja, ne üldözzük ezeket. Hát ahogy gondoljátok. Onnan lehetne vajon lövöldözni? Vagy hova kellene állni? Nem is tudom. Milyen sok HP-ja van öregem és cirkáló. 9-es szintű mondjuk. Ó,
És csak jön, és csak jön. De jó, mert itt hamarosan lesz mellettem egy sziget. Ez az megint kigyújtottam. Nagyon jó! Nagyon jó! Lehet, hogy amúgy AP-val kéne lőnöm? Talán. De megnézzük. Égjél már le! Szép. Ó, csak óvatosan. Nehogy ezt itt elbukjuk az utolsó pillanatokban. Bazd meg! Foglalni kell. Foglalni kell nagyon. Egyrészt, másrészt meg... van itt valahol egy romboló. Valaki spoton tart engem. Ha! Anyádat bazd meg! Alól itt füstöl a szarházi anyját. Szerintem, hogyha nem feszülünk rá itt a pontokra, akkor is ezek közel fognak jönni. Hát valahogy megpróbálok segíteni. Egy azt a Leont megpróbálom. Hova lövök? Ez az! Nagyon kapja! Ég a gyerek, ugye? A Leon az mindjárt megvan. Jó, nem mindjárt, de... akul erősen. Gyerekek. Ajjajjajjajjaj! Nagyon szép! Nagyon szigorú. Már forgunk is. Ha ha ha!
Nem vagy öreg, Antal. Csak egy kicsit. Nem vagy öreg. Nem vagy öreg. Oh, fuck you. Meg az anyádat azt, te tróger. Szemétláda. Jöjjünk már, így gyerünk. Ne, engem. Gyerünk, mindjárt megveszed Duncan! Szép! Jól van! Ez az, fiúk! Micsoda csata! Végre nyerünk! Tegnapi B-et néztem, aha, igen. Szia, Bajuszka! Hát... Jó van, Bajuszka, köszi. Na meglátjuk, nem valószínű, hogy fogunk nézelődni. Na. Mi? Ezt ki az mekkorát kapott? Jiren, az szép volt. Hát sebeztél rendesen. Első lettél. Szép. Nem sok pénzt kapok. Azért ez a Free Pass, ez az meg elég kemény. Mennyibe kerül? 2500 arany. Ohoho! Az nagyon komoly. Az anyádat azt. Uh-huh. Olcsó. És ezáltal 6300 HP, nagyon komoly. Hát ez nagyon sok pénz kell. Ez mi? Hát szerintem mindenféleképpen ezt kellene első körben kifejleszteni, nem? Tehát a mindset kéne erőltetni. Legyen pénz. Nincs pénz! Nincs pénz! Nincs! Nincs! Ezzel meg ha talán egyszer gyerünk, akkor jön. Jön egy kis Zsozsetta. Na gyerünk.
szerintem a meccs után megyünk is fifázni, basszus. Hát itt nagyon-nagyon gyerekek, nagyon megy az idő. Ho-ho. Ho-ho-ho-ho. Megyek C-re. Ja. D. Ja. Aha. Persze, Munyez. Dehogy is. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Hova gondolsz? Jól áll egyébként Bajuszka. Jól. Akkori kérdés eléggé sajnos. És hát... örömteli, csak azért... kezdek kifogyni a válaszokból. Próbálok mindig máshogy válaszolni. Ne legyen monoton. Ez most valami rossz vicc. Mindenki arra megy? És B-re? A kurva életbe. Komolyan? Komolyan? Na, azért ez nagyon durva. Menjenek a torpedók, bánom is én. Atyagatya. Pedig itt milyen pozíció van, gyerekek? Ó, nem mondjuk jön a Kansas. Irennel. És jön a Tirpitz. Jó lesz ez. Holnapra valamilyen jó elfoglaltságot kell még majd kitalálni. Hát jövő héten már talán úgy. Kevésbé kell gondolkodni ilyen téren. És akkor most ő következik. Hú, de agresszív az a srác. Hát ő hova siet ennyire vajon? Le van a padlás a non-penetration-ökből. Nem megy át sajnos. Paszki! De kár ezért. Rükverc! Urvára rükverc! Oh, kilőttem a motorját! Gyerünk, 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 gyerünk! Mondjuk már fixen javította. Patkány! A szemét! Ej! Hú, most ő nagyon bosszút áll. Ez az, nyomjad neki, ügyes vagy. Most aztán igen, igen, megmondtad a magadét. Ügyes voltál, kisfiam, jól van. Szép munkát végeztél.
Amúgy de jó, hogy mindenki visszavonult innen. De tényleg. Jöjjenek. Problem solved, sir. Az a torpedó be fog menni, bazd meg. És az a srácok nagyon fog fájni. Hoppá! Szevasz! Kutyó! Még engem is megraknak rendesen. De legalább viszonoztam istenesen. Az is már valami. Baszki. Versenyfutás a torpedókkal. Pipa. Attention, reporting the target position. Az igen. Hát... azt hiszem ez nem sokum. Úristen! Hát ez elég meleg volt. A fasza. Na hát jó játékot nektek akkor. Ennyit tudtam tenni. Remek. Fasza volt. Kurva anyját. Fia agent. Igen, eléggé papírból vagyok. Eléggé. Kurva életbe. Rossz ez az egész meccs! Egy nagy szar! Hát ez hegy... sziget mögül nem bírtam kilőni például ezzel a hajóval. Cleveland-del meg ilyenkor simán. Olyan szép ívesen lő az meg a... Ez semmi különös igazából, Dimitri. Csak mondtam valamit. Ennyi. Ez kurva nagyon kemény. 12 kilométeres távolságból a másodlagos lövegek így tudnak lőni. Ez nagyon beteg. Azt akarjátok beadni nekem, hogy bukjuk a meccset? Gyerünk, ha már lőjé már! Mi van? Na végre. Azt a büdös életbe, hát ez... Mi az a szórás? Aha, romboló.
Ő nagyon-nagyon nagy taktikus. Amúgy ez... jó taktika, tényleg. Füst, előre mész, befüstölsz, és kész. Ott kempesz egy percen keresztül. Otosz mindenkit, többiek meg lőhetik. Annyira rohadt moskos ajadékmódon meg lehet kavarni így az ellenfelet. Hát ez egy kis, hát... itt ilyen ladikjaim vannak körülbelül, egy cirkálók. Általában papírhajókkal megyek. Azért, hogy gyors legyen, meg gyorsan lőjek. Gyorsan sokat. Mit kap ez a tirpic? Ő mivel lő? Na jó, inkább hozok egy energiaital, gyerekek. Ez? Hát, sőt, már váltok is át valaki másra. Hát megerőszakolják konkrétan. Kire váltsunk? Colorado. A japán fene van. Gyerünk, Colorado. Hát nincs végtelen füst, igen, de amíg van, az elég jó. És az már pont elegendő ahhoz, hogy elkerges az ellenfeled. Jó, szaladok.
guns in 5 minutes. A legjobb kor. Természetesen vereség. De a profit az egész jó. Jó. Hopp egy konténer. Hoppá hoppá hoppá. Hoppá hoppá. Na nézzük csak, mit kapunk. Kis konténer. Igen. Nézzük a tartalmát. Hoppá! Azt a mindenit. Semmi. Na hát. Ki gondolta volna? Máskacok. Köszönöm nektek a játékot, Jiren is Krix. Legközelebb innen folytatjuk, ha lesz rá lehetőség. Hát jó, jó, jó. Jókat mentünk. Tehát ami az első órákat illeti, szerintem baromi a jó meccseket mentünk. És olyan szinten egy bezsírozott lejtőre rá másztunk, rátereltek bennünket, hogy az meg fájdalmas volt. Vereség után vereség, és nem rajtunk múlt szerintem, nagyon sokszor legalábbis, biztos, hogy nem. Hát bekaphatják.